Sziasztok, bizonyok, és mint láthatjátok Advance Warfare, és nemrég prestizeltem a játékba, úgyhogy meg szeretném mutatni nektek, hogy milyen cuccokat kaptam eddig játékon belül 1-50 szintig, ezáltal el tudjátok képzelni, hogy körülbelül mik azok az arányok, és mik azok a mennyiségek, amelyek rátok várnak egy-egy prestige szint elérésével. Nos, én 1 24-ig fejlődtem most, és csupán 3 supply dropot kaptam, amelyet most ki fogok nektek nyitni, és megláthatjátok, hogy milyen cuccokat lehet belőle kapni. Úgyhogy nem gyakran jönnek, ezt azért be kell valani, ami szerintem tök jó, mert sokkal jobban megbecsüljük őket. Először meg szeretném mutatni, hogy hol vannak a cuccok, és hogy, hogy kell őket elképzelni. Van egy olyan kategória, ahol beolvashatjuk a kapott cuccainkat XP-re. Például itt van ez a fegyver, nyomok egy F2-t, és láthatjátok, 500 XP-t jelentene, ha eladnám, nyilván ilyenkor már nem is tudom használni őt. Viszont, mint láthatjátok, ez a kék típus, ha eladok egy ilyet, akkor 1000 XP-t kapok. Miért van ez? Ugyanis a színek azt jelölik, hogy milyen ritkák azok a tárgyak. A zöld azok a leggyakoribbak, illetve a kékek a ritkábbak, és vannak a narancsárgák, ezek az elitek, ezek a legritkábbak, láthatjátok, ebben a kategóriában négy eliten van. Mondjuk azok jók is. Jól is néznek ki, úgy gondolom. Tehát így, ezt így kell elképzelni. Vannak olyan lútok, amelyeket nem tudok feldolgozni, hogy minek vannak a játékban. Szépen lassan lejárnak. Megkapod, viszont ezt nem supply drop kapod meg, hanem meccs után. Fölveszed, és fél óra után lejár. És gyakorlatilag ennyire jó. Végül is tényleg nem supply drop nyitod, hanem csak random kapod őket. Erre végül is jó. Aztán vannak az olyan lútok, -ok, amely véglegesek. Hát ebből nincs sok. Ezeket nem lehet eladni, és ö, nem is mutatja, hogy milyen ritkák, amelyek nem nagyon értem, minden esetre ez a kesztyű jól néz ki, ahogy látom, ö, ezt a fegyvert imádom, ezt a kettőt, nem, ezt a hármat, négyet, igen, meg a crossbow is, például a Day Zero edition adták, ezt az Atlas Pro edition kaptam, ezt a fegyvert is tényleg. És mint láthatjátok, ezek fegyverek, és máshogy kell elképzelni, mint az alapfegyvereket a játékon belül. Például ezt szeretném most nektek prezentálni. Itt láthatjátok a KF5-öt szabmasinganok közül. Szépen erre rámegyek, és ez az alapfegyver. Ez mindenkinek megvan. Viszont, ha lootolsz, például én ebből lootoltam eddig a legtöbbet, láthatjátok, kaptam egy KF5 Scout nevezetű, elég gyakori típusú fegyvert máshogy néz ki a markolata, mint láthatjátok, a stokja, illetve a tár magazinja, és ezzel gyorsabb vagy, viszont a fire esik, mint láthatjátok. Tehát valamit nyersz, de valamit visszakapsz ezáltal az alapfegyverből, így marad balanszos a játék. De például nyitottam az egyik kedvencemet, a damage -e és a pontossága egyen jobb, mint az alapfegyvernek, viszont a range csak egyel kisebb, tehát két plusz dolgot kapok, és egy mínuszt. A második mínusz az itt található, például nem rakhatok rá optikai kiegészítőt, tehát láthatjátok, hogy csak ilyen alapkiegészítőn van, de ha mondjuk erre rámennék itt, már vannak optikai rásegítők is, úgyhogy tök jó ki lett találva és elég nehéz ezzel a fegyverrel célozni, mert sokat kitakar például. És láthatjátok, ennek a csőnek sokkal ö, rövidebb a vége, van fix festése is, és a következő kf 5 ön Marksman névre hallgat, itt például láthatjátok, hogy kevesebbet sevez, ö, kissé pontatlan, de a range -e plusz 2 és ö, erre is lehet optikát rakni, látjátok hosszabb a csöve, de ugyanaz a színezéke. Tehát Remélem értitek, hogy ezek külön-külön fegyverek, picivel jobbak, meg rosszabbak. Legalábbis értitek, hogy balansz megmaradjon az alapfegyverhez képest. De van például Assault ból ezt a fegyvert, kaptam ugye az Atlas Pro Edition-höz, semben nem különbözik, csak a színezete más. De itt van az a fegyver, amit nem rég el akartam adni. Itt láthatjátok, hogy miben különbözik az alapfegyvertől. Mondjuk én ezt berakom és láthatjátok, van egy fix színezete. De ha f 1 megnyomom, és nemrég vettem észre, hogy elérhető rá a arany színezék, én ezt rárakom, és space elmegyek a pályára, akkor láthatjátok, hogy ilyen furán összekeveredik a színe. És szerintem tök jó, csak pont ennél nem jött ki előnyösen a, a színezés. Na nézzünk, lőjünk párat. Hát ez így elég ciki volt, minden esetre töltésnél láthatjátok, hogy hogy néz ki a fegyver. Aztán próbáljuk ki beszínezni azt a submachine gun amit már mutattam. És akkor megint elmegyünk egy ö, tesztpályára. Láthatjátok, hogy ennek a fegyvernek itt oldalt van egy kijelzője, ami mutatja a range-et. Tehát ha így hátra megyek, akkor szépen így hát Semmi extra, de például nincs másik fegyvere nincs ilyen, mert ha berakok egy, egy scoutot, meg ezt is azért nem, még egyszer, berakok egy ö, simát, és úgy megyek el range akkor láthatjátok, az a cucc nincs rajta. Tehát minimálisan de eltérnek egymástól ezek a fegyverek. Az AK-ra nekem van egy aranyákám, amely, ha megnézitek, teljesen ugyanaz, mint a ghostos verzió, még a ghostnak a emblémája is ott van. De ha rámegyek az alapverzióra, és úgy bemegyek, akkor az áron száj teljesen más, és szerintem sokkal jobban néz ki, de ez az én véleményem. Most pedig kinyitjuk a supply dropokat, surprise, surprise, én is nagyon kíváncsi vagyok, gyorsan. Végre, végre, annyira vártam ennek a csipának a, jobb verzióját, aminek jobb a damage -e. végre a... végre kaptam egy ilyen snipert, el se tudjátok, hogy mennyi... el se tudjátok hinni, hogy mennyire örülök, ez is szerintem tök jól néz ki, ha berakom. Nézzük csak meg, itt tudom beállítani a csávómat. Például van ilyen atlaszos helmetem, van atlaszos exoruhám, és most már olyan pajzsom is, már mint melvértem, például. Na nyissunk ki még egyet. Ó, hát itt nem kaptam semmi extrát. Csak egy fegyvert. Hát ez elég szűkös volt. Nyissunk még egyet. Italy! Na, látjátok? Ilyenből már kettő van nekem, ezt el fogom adni. Ebből is kettő van, el fogom adni. Hát, igazából csak egy jó jött, vagy hát kettő. Na jó, és akkor itt láthatjátok, hogy milyen cuccokat kaptatok. Bementek az Armoriba, És itt meg tudom nézni, hogy... Uh hogy ebből Nigerian Support Loadoutból van kettő darab. Az nekem nem kell, ezért F2 és eladom 2000 XP-ért. Mivel ezeket a cuccokat... Wow, de hangos a fejlődés. Na, ah, király. Tehát ezeket a cuccokat egyenlőre még nem lehet trédelni, de... De nem tartom kizártnak, hogy egy patch alkalmából ez is megoldott lesz. És most megnézem azt a snipert, amit kaptam, mert ez a kedvenc sniperem. Ó, és még máshogy is néz ki. Nézzük csak meg. Ó, ilyen szép zöld. Lőjünk egyet, kettőt. Jaj, ez a scope. De szokatlan. Na, sniper azért jobban megy. És még oldalt láthatjátok, hogy ott van valami kis kapcsoló, amelyet nem nagyon tudok értelmezni. Mindegy, remélem ezzel majd kevesebb hitmarkot kapok, mert rengeteg hitmarkot szoktam ezzel a sniperrel kapni. Most megnézem, hogy milyen kiegészítők találhatóak rá. A ah, ugyanazok, tök jó. Tehát itt nincs semmi redukció, hanem csak a tűzgyorsaságban, illetve a sebességben, ahogy látom. Igen. Oké. Okay. Viszont nem, a sebességben többet kapok, csak kezelni nehezebb. Na, király. Tehát így tudjátok elképzelni ezt a lootos szisztemet, szerintem nagyon király, élvezetes. Ez is egy pluszt ad a játékhoz, ez is, is egy tartalomforrás, ami miatt kevésbé unod meg. Úgyhogy ennyi lett volna a videó, sziasztok!